Hogyan tudod touchra tenni az MLM üzletedet még azelőtt, hogy egyáltalán elkezdted volna? Korábban nagyon sokszor volt olyan Skype beszélgetésem érdeklődőkkel, aminek a végén úgy váltunk el, hogy ez az érdeklődő azt mondta, hogy ő előkörbe kérdezi az ismerőseit, hogy mit gondolnak erről, hogy érdekelné-e majd őket, hogyha ő ebbe belevág, nyilván ezt akarta megtudni. Azóta már tudom, hogy ezek az érdeklődők soha nem jönnek vissza. Saját magukat golyózzák ki ebből az üzletből, még mielőtt elkezdték volna. Inkább egy olyan embertől kérnek tanácsot, akinek lövése nincs arról, amiről nyilatkozik, mint hogy annak higgyenek, aki ért hozzá. Csak azért, mert azt az ismerőst esetleg már jó régen ismerik, ez az új ember pedig egy új ember, akit még nem. És képzeld el, hogy hogy zajlik le egy ilyen. Ez a félig tájékozott ember fölhívja a barátját, hogy te Géza, ajánlottak itt nekem valami gangrénás, vagy milyen kávét, amit ilyen MLM-szerű pilóta játékba, vagy mibe kellene terjeszteni, be kell lépni. Téged érdekel? Erre, aki igent mond, az nem komplett, az biztos. Természetesen emögött az áll, és ezt én tökéletesen meg is értem, hogy senki nem szeretne olyat tenni, amit aztán később megbán, ezért próbál tanácsot kérni másoktól is. Csak a probléma az, hogy olyantól kéri a tanácsot, aki még nálánál is kevesebbet tud erről. Ez tipikusan a vakvezet világtalan esete szerintem. A másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy azért a világon vannak sikeres és híres hálózatépítők, akik úgymond megcsinálták, akik felépítettek jó nagy hálózatokat, de tudni kell róluk, hogy egyikük se a ismerőseiből építette fel ezeket a hálózatokat, hanem idegenekből. Tehát neked nincsen szükséged az ismerőseidre ahhoz, hogy sikeres legyél egy ilyen üzleti formában. Nem tőlük függ a te sikered, hanem tőled függ. Tehát ha most épp arra készülsz, hogy Rozi nénit megkérdezed arról, hogy mit gondol a Galadelmás kávéról, ne tedd. Még akkor se tedd, hogyha éppen Rozi néni dicsérné a DXN Galadelmás kávét, mert ismeri. Ez a te életed, az a te egészséged és a te jövőd, erről neked kell döntened. Hogyha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Hogyha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, akkor írd oda a kommentbe. Tarts velem, és váltsunk kasztot együtt!